Sziasztok, Bozont vagyok, és ebben a videóban be fogom nektek mutatni az új Italy GTB-t, hogy az autó ma érkezett G5 online-ba. Na nézzük is meg előről, hát az eleje nem rossz, hátulja viszont ez egyáltalán nem tetszik. Hát bár maga az autó forma is elég fura. Egyébként ez az autó a Trion Nemesis, meg McLaren 570S, McLaren P14 vagy a McLaren 650S ilyen keveréke. Na nézzük is meg, hogy hogyan lehet feltuningolni. Bennéznél tudjátok megvenni. Meg is mutatom mennyiért. Azt mondja, itt van 1.189.000 dollár. Hát nem élem, hogy 2 millió dolcsi elég lesz a feltuningolásához. Fú, hát ez egyáltalán nem tetszik. Upgrade, hát majdnem fél milla. Aha. Fú, hát ez így még rondább lett. Hát most armort nem költök rá. Versenyfékek 35 000, én megvesszük. Fú, milyen lökhárítók vannak. Azt a macskos, hát ez... Fú, lehet nem is kellett volna upgrade-elnem. Azt hiszem, ez a gyári lökhárító jó rajta. Nézzük meg. Na, a vonószem az tényleg kell az elejére. Mégis mi vontatnánk az autót. Jó, ez mondjuk nem rossz. Hátulja. Igazából... Szerintem marad a gyári. Fú, hát a hátulja azon borzalmas a ronda. Ah, vagy csak a életbe. Ez ilyen... Aha, body kit. Hát... Hát ezt az autót egyből el is fogom adni, ahogy feltuningoltam. Már nem, inkább megvárom. Lehet Norbéka, majd csinálunk ilyen összehasonlító videót, hogy melyik a gyorsabb, stb. Stb. Fú, a hangja sem van jó. Kipufogó. Hát, ezzel a kipufogóval talán szebb. Ez a kerek, ez van borzalmas. Hát ez nem is olyan rossz annyira. Hát a háti azt kegyetlen ronda. Hát ilyet nem rakok rá. Ott van a háztető. Na, ez egész pofás. Mik vannak még? Aha, ez se rossz. Ez is jó. Ezt lehet színezni? Nem, ez karma. Ez nem kell. Ez egész jó. Dudát most nem rakok bele. Na, műszerfa. Ahogy itt is ilyen jó kis versenyautós műszerfa tudunk lerakni. Hát én szerintem hagyom a műszerfalat, én még mindig polgári autót szeretnék ebből csinálni. Na, ajtó. Hát az ajtó is marad. Ülések. És köszönöm, az gyári ülés, ez rohadt jól néz ki. Jó, azt egyre még nem állítunk. Kormány. Hát, ez jól néz ki. Oké. Milyen szín, hogy a műszerfa világítás, azt még nem tudom, hogy ez az autó színéhez állítjuk. Bukócsövet nem rakunk. Xenon megkapja. A neont egyelőre még nem rakok rá. Na, livery-k mik vannak? Vagy csak itt is ilyen versenyautós livery-k vannak, aha. Már ez még annyira nem is rossz. És nem kéne rá ez a matrica ide. Redwood. Hát ezek annyira nem tetszenek. Ez nem rossz viszont. Bár lehet, hogy nem veszek rá a library-t. Egyelőre. Rendszámtálat megkapja Martinez Sziszlise. Na, milyen szín legyen az autó? Én arra gondoltam, hogy ilyen olasz szuperautó, akkor
legyen bordó vagy van piros. A Torino Red ez nem rossz. Á, legyen pink. Á, de gyönyörű. Lava Redet nem akarok, már a Tempest Time is így ezzel a színnel van. A Torino Red ez király. Oké, okay. Van egy secondering, akkor ez legyen mondjuk legyen, fekete, nem legyen fehér, aha, egyszerű. Na, akkor legyen trim color, akkor legyen ez is mondjuk legyen fehér. Tető, vagy aha. Na, vannak ilyen fékező lámpák hátulra. Hát igazából ez se kell a kocsira szerintem. Spoiler, ijaj. Csak azt mondom, ez a legnormálisabb spoilerre. Hát ezek már túl nagy, hogy álljunk? Ez nem is olyan rossz. Fú, de hát, hogy az valami baromi ronda. Az nem rossz. Versenyváltót megkapja. Turbót is. Felni. Jó lowrider felnit kap. Ja, most megvettem 3000-re a gyári felnit, nagyszerű. Na, milyen fennét rakjunk rá? Biztos, hogy a high-end lesz valami. Nem is olyan rossz. Nem? Akkor nézzünk egy SUV-t, milyen jó nagy. Hát nem hiszem, hogy SUV felni. Annyira jó lenne ezen az autón. Nem, ezek nem. Sportot megnézzük még. De ez nem is rossz. Nem, inkább high-endet fogok rárakni. Nézzük. Ja, lenne jó, ami mondj. Már inkább veszünk egy sima, legolcsóbb felnit rá. Azt szoktam csinálni. Mondjuk ezt. Ezt beszínezem feketére. És akkor úgy nézek felniket. Aha. Ez nem rossz. Legyen ez. Aha. Ja, ez jó pofa rajta, ez tetszik. Oké, ezt megvesszük. Jó, Atomic gumikat megkapja. Bulletproof gumit is. A tire smoke azt szerintem nem kell. Nagyon veszek rá a feketét. Lehet még a színét megváltoztatom. Nézzük meg fel, hogy néz ki a fehér felni rajta. Ja, itt volt valahol. Ja, itt van. Igazából... Jó, jó, fekete rajta. Hogy nézzük meg chrome-ba. Aha. Free. Én meg ugye megvettem 8000 éve, vagy mennyire. Te chrome-ban minél jobban néz ki. Ja, lehet, hogy mi eximentet elértem, vagy mi az tökömet. Jó, lesötétítjük. Na, és akkor most nézzük meg a trimet. Vagy trim. Na. A belsejét, az interiort. Na, akkor azt mondja, hogy dash. Na, ezt nem változtatunk, ugye. Ja, igen, ezeket megvettük, akkor nekem igazából az ülés kell. Akkor legyen ilyen carbon. Legyen ez a fajta ülés. Nagyon jó ez. Ilyen szín legyen a kilométer per óra és a fordulat számjelző, akkor legyen mondjuk ez is mondjuk valamilyen
Bordó vagy piros. Legyen Torino Red. Bukócső. Azt hiszem, az nem kell az autóba. És akkor még library-ket nézzük meg. Mondom fel, azon ez nem is olyan rossz egyébként. Milyen library-k vannak? Hát... Na ez viszont nem rossz. Ez nem rossz. Ezt lehet megveszem rá, az esküszöm tetszik. Csak mondjuk kell, hogy ez a 33-as felirat itt van benne. 30 ezeré megvegyem? Ezen olyan gondolkozom. Igazából ez nem rossz. Jó, azt leszedem róla, az cső. Na nézzük, figyeljük ki a terepre. Egyébként fingom nincs, hogy most ez gyorsabb be a 811-nél, a Nero-nál, a Tempestánál, stb. Stb. A hangja annyira nem is rossz. Lehet Norbékkel majd csinálunk ilyen összehasonlító videót, hogy melyik autó gyorsabb. És akkor én hozom ezt az autót. Én a hátjával nem vagyok megelégedve egyébként. Elien nem rossz, de a hátulja, nem tudom, fura. Lehetett volna szebb is. Jó, ez a stop tábla, meg egy autó. Meg egy bajtani tilos. Nem rossz autó egyébként. Tehát csak a hátulja nagyon ronda. Lehet első adom. És így maradt 21 millánk. Ja, egyébként aki kérdezi, onnan van egy pénzem, stb. Stb. CEO-s eladások, autólopás, special cargo, ugye van kokain biznisz is. Mielőtt a rendőrség meglátna ezt a videót, ez csak játékban. Játékban törvénytisztelő polgár vagyok. Nyilván csak a GTA világa. Nem, de egyébként ennyi lett volna ez a videó. Most ugye itt most nagyobb teszteket nem tudok csinálni. Majd remélem, majd a srácokkal közösen össze tudunk hozni valamit. Martin FCC voltam, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot. És ha esetleg szeretnétek még több tuningolós videót, írjátok meg, hogy milyen autót szeretnétek látni. Köszöntöm szépen a figyelmet, sziasztok!